Most mi történt? Semmi. Csak meg akartam hallgatni a Biggie-nek a refrénjét, hogy Inflames. Milyen illinja. Jó. Hát hallgass. Most? Hát persze, belefér. Jó. Szavaztok srácok, én Jan vagyok, mellettem BB. Sziasztok! Ez pedig itt a fülelő. Mai kibeszélőbe elhoztuk a... azt! Legújabb lemezét. A Seven Sun-t. Igen, kitalálhatjátok, hogy a hetedik lemezről van szó. És a... jó, ha nem, akkor elmondjuk, hogy igen. És hát ugye az volt a kijelentés, hogy Cameron nélkül érdekli a faszomat, és hogy nem beszélünk róla. De aztán úgy volt, hogy jöttek ki így a dalok, és hogy ez nem rossz, nem rossz, meg attól még a zenészek maradtak, meg a Danny is maradt, és akkor így... Meg hát a Kristen Dawson egy akkora zseni, hogy legalább miatta foglalkozzunk már ezzel az egésszel. És hát az egész odáig eszkalálódott, hogy mikor először lepörgettem a lemezt, akkor azt mondtam, hogy... hát basszafasz, ez nem rossz. És egészen egyszerűen azért nem rossz, mert a zenészek még mindig ugyanazok, a Danny még mindig zseniális, és a Tom meg... a Tom meg egy tök jó képzett énekes, aki próbál hasonlítani a Cameronra, csak nem hasonlít rá. De pont az, hogy ne hasonlítson, mert igazából más karakter az ember, tehát más a világa. Más a dallamvilága, nem? Hát, de pont ez az, hogy nem tudom. Mert próbál rá hasonlítani, tehát, hogy nem tudom, hogy ha ő hozna dallamvilágot, akkor az milyen lenne, mert nálam ez beleillik abba a sorba, amit a Cameronnal csináltak. Csak egész egyszerűen a jó énekest azt különbözteti meg a zsenitől, hogy így más. Van közte még így ennyi. Igen. És a Cameron egy zsigerből éneklő őstehetség, a Prendergast meg egy kurva jó képzett énekes. Uh-huh. Aki olyan szögegyenesen énekel, hogy konkrétan nekem nagyon sokszor a izé jutott eszembe, a As I Lay Dying-ból a csávó, meg a Miss May I-ból a csávó, meg a Tommy Utzon, tehát, hogy mindenféle hajlítás, intonáció, faszont, hogy felejtsd el, itt csak ez a hang után, ez jön, és így, tehát, hogy nincsenek izék ilyen, visszaveszem, erő, meg tonalizál, semmi nincsen, az van, ami kell, hogy legyen, pont egy fikarcnival se több. Olyan, mint a gramofon, te kellett azt szól, geci, azt ennyi. Konkrétan egyébként ilyen. És rohadjak meg, elmentem koncertre, és élőbe is lehozza. Tehát, hogy nincsen vele probléma, egész egyszerűen a zsenialitás hiányzik belőle, de ez olyan, mint mikor a Douglas Robinson kiszállt az Night Verses-ből, hogy ez már nem lesz soha ugyanolyan. Ez se. Igen. Vagy az Adam a Three Days Grace-ből, akkor is mindig edemezni fogok, rohadjak. De már nagyon megfordult, egyszer elvernek egy sötét sikátorbe az edemezőség, egyszer. Mész haza, berángat három izé. De nem, mert most is megkaptam, hogy miért edemezek még mindig, mikor a Matt annyira alázatosan próbálja csinálni, ugyanúgy, mint a Bailey a izénél, az Iron Maidennél. És én meg erre azt válaszoltam, igen, csak engem az Iron Maiden akkoriban kurvára nem érdekelt, tehát el tudtam engedni, a TDG-t az Edemmel meg imádtam. Tehát, hogy itt ekkora különbségek vannak, és itt ugyanez egyébként a Cameronnal, hogy, Értem, hogy én az ő hangjában vagyok szerelmes. Már nincs itt, innentől kezdve ez már nekem nem szerelem banda, hanem egy jó banda. Igen, igen. Igen, értem, mit mondasz. Ez ugyanaz egyébként, most megint
saját Dream Portnoy. Akár, vagy amit most ezt akartam hozni, ez a Mágó Deoszban, amikor 2011-2-ben kiszállt a José André, aki a zseni, és jött helyette a Zeta, aki csak egy nagyon jó torok. De nem zseni. A José zseni volt, és nálam nem mondom, hogy onnan kezdem, mert az első két Zetás nem ezt még éltem valahogy, de az utóbbi kettő, ez már katasztrófa lett. Az Iredeiről beszéltünk is, a legutóbbiról nem voltam hajlandó egy büdös szót sem ezt értni, mert aztán nem ezt azzal árazom be a legjobban, hogyha nem beszélek róla, akkor körül a helyére, mindegy zárójel bezárva. Tehát igen, ez van, hogyha egy zseni helyére egy jó, de nem zseni kerül. Tehát, hogy én jobban szeretem ezt az egyenesebb éneklést, ezt a Tommy Jutzen féle éneklést, a Tillian Pearson féle technikázom magam című történésnél, ne haragudj, de ez van. Semmi baj. És nekem ezért is jöttek be nagyon az olyan dalok, mint például a Seven Sun, amikor giga refrain van. És másodjára már azt mondja, hogy nem adja oda, de végül csak odaadja. Úgy megnyugodtam akkor, pedig másodjára oda kell adni. És az a vicc még Tomban, hogy nagyon sok hangszíne van, tehát énekelő Ilninyósan, konkrétan a Beginning-ben azt hittem, hogy jött egy feat-et nyomni a Machado, de nincs feltüntetve, meg nem is, elvileg nem is. Az utána érkező Force Divide-ban olyan Soilwork-ös refrént hallok, tehát ott a speed-et próbálja hozni egy picit, Prendergast, meg ami a kakuktojás, az a végén a Carcass King, hogy ott azok a Jellegeres női vokálok, hogy a gecibe kerültek a refrénbe? Hát úgy, hogy meghívták a Cody Frostot énekelni. Ő egy csaj, a Cody? Igen. Ilyen névvel, hogy Cody? Igen, konkrétan. Nem basszál már föl? De, hát halál komolyan mondom. Jó, oké, akkor elnézést, tényleg láttam, hogy Cody, mondom, ez faszi. Oké, jó van. És nem. Nem, de... De nem Jen Ledger van odaírva, hanem Cody Frost. Így van. Ehhez képest profi hozza a skilletet. Nem? Igen. Másik, így kell emezt zárni. All Eye Running. Az, ahogy ott visszhangzik, mindent lekevernek, és egy percen keresztül csak mondogatja, hogy All Eye Running. Csodálatos. Így kell lezárni egy lemezt faszán. Így van. És mikor mondtad, hogy nálad a Recovery az a non plus ultra, mindent vívő gigas sláger. Nálam az. Kettő dolog jutott kapásból eszembe. Nekem is mondanod. Az egyik az, hogy azt Danny nyilatkozta, hogy az még Cannibal-ös időkből maradt dal, kezdeményezés volt. Nem lennék meglepődve, ha még Cameron dallamai ott lennének valahol a háttérben, mármint nem felvéve, hanem ötlet szintjén, tehát azért nagyon elüt a többitől. A másik pedig az, hogyha becsukott szemmel hallgatod, az egy kurva jó Walls at the Gate dal. Igen, konkrétan. Tényleg kurvára a kurva életben. De hát, hogyha az rajta lett volna a legutóbbi, vagy az előző Walls at the Gate lemezen, föl se tűnik. Ott is fénypont lenne. Igen. A Cannibal-on is fénypont lenne, és szerintem itt is fénypont. Tehát az egy jó egy instant sláger, és nekem az a két dolog, ami nekem eszembe jutott ennek a dalnak kapcsán, az egyik az, hogy miért nem tudták az új gyerekből ezt a teljesítményt minden egyes dalba kitaposni. Igen. Kettő, meg hogyha ebből nem lesz klipnóta, mert ugye felvezetésként még nem hozták ki. Igen. Tehát hogyha ezt hagyják elsikkadni, akkor a Music for Nations kiadó rúgja ki az összes szakemberét, mert nem értenek hozzá. Ennél nagyobb instant slágert, főleg egy Burry típusú zenekar nem is kínálhatna. Vagy mi az, kíválhatna, és nem is kínálhatna! Tehát érted? Amikor azt hiszed, hogy félremondtad, de nem. Bazd meg! Amikor tudat alatt is geci, vagy! Nálam ez riktig listás. Egyébként igen. Értem, amúgy. Nálam ez tuti listás. És hogyha igazad van abban, hogy ez még Cameron-dal, és a többi meg nem, akkor itt a tökéletes különbség arra, hogy miről beszélünk, mikor azt mondja, hogy Cameron egy zseni, a Prendergast meg csak szimplán jó. Itt a különbség, a Recovery. Mert ha ez még tényleg Cameron dallamok, és az ő keze is benne van... Hát pusztán feltételezés, mielőtt valaki azt írná, hogy valótlanságot állítunk. Ez konspiráció. Az nem konspiráció, hogy a Cannibal korszak maradéka. Az nem konspiráció, hát, igaz? Inkább a Cannibalnek. Akkor annak korszak azért mondom. Korszak már nem, de... Cannibal...
Cannibal korszak? Ja, korszak! Jó, én azt értettem, hogy Cannibal Corpse-nak én mondani. Tudom, hogy nem tudok beszélni, de azért ez az, amit... Tehát, hogy a Cannibal korszak van... Miért lenne a Cannibal korsz maradéka van? Hát nem tudom, azért nem értettem. Hát, én sem értettem, hogy te mit nem értesz, és akkor így... Na, értitek. Na mindegy, szóval... Jó. Igen. Igen. Az nálam évvégén, majd elmondom a többit, amit azóta majd egy 170 hallgatás után tudok még mondani róla, mert kb. Hát annyiszor lesz meghallgatva addig. Na igen, és amit még hozzá kell tenni, az az ugye, hogy Cameron helyett, aki ugye gitáros énekes volt, jött egy gitáros, aki Ed Hartwell, akit gyakorlatilag kb. Sehol nem jegyeznek, és sehol nem emelnek ki, de még a srácok se interjúban, meg nem is tudom, hagyják interjúzni, meg semmi, mert nyilván tudjuk, hogy a Kristen Dawson az agy gitáron. Persze. Tehát ő meg így van hatodiknak, mert hogy kellett egy ritmusgitáros. De olyan, hogy és... az oszinál, hogy nem engedik ki a függöny mögé majd. Hát az nem, mert ott volt a színpadon, csak sokat nem tesz hozzá. Nyilván. Jó nézni, meg eljátsza, amit kell, pont köszönjük szépen. Ezért tartják. A másik meg ugye, hogy a Tom az nem csak énekes, hanem krüttyögős is. Igen. Na most a krüttyögősséggel én kettő dolgot jegyeznék meg már megint. Az egyik, az egy nagyon pár évvel ezelőtti interjúra visszatérve, jó pár évvel ezelőtti interjúra visszatérve, amikor azt nyilatkozta a Danny, hogy mi egy régi vágású zenekar vagyunk, nem használunk mindenféle háttérizét, hanem kimegyünk, ez az öt ember kimegy, és amit a hangszerekkel, meg a mikrofonokkal előadunk, te azt hallod és azt látod. Mi ezt játsszuk. Uh-huh. És így is lezenélték egyébként a szintérnek a 89%-át, vagy igen, a többet. És de még több is. A másik, ha már dedikált embered van arra, hogy krüttyögjön, és dedikáltan el is akarod vinni a zenédet arra, hogy krüttyögősebb legyen. Akkor krüttyögősebb legyen, akkor krüttyögősebb legyen, bazd meg, mert így konkrétan így kicsit én azt éreztem, mint a Wikimess Romance-nél, mikor a... hogy hívták az énekest, aki meghalt? Bazd. Kyle. Mint amikor a Kyle odavett maga elé egy izét, egy diszkótárcsát, meg egy laptopot, meg mit tudom én, semmit nem csinált, ugyanúgy csak elindította az alapot a dal elején, csak legalább volt előtte valami, hogy ne annyira úgy tűnjön, hogy kurvára semmit nem csinál, amikor nincs része. És konkrétan itt is kicsit azt érzem, hogy 42 perc a lemez, abból szerintem olyan nettó 35-ben túl sok minden nem történik szintiből, főleg nem ahhoz képest, hogy már az előző lemezeken is simán használtak ilyen vagy dalbevezető, dal lezáró effekteket, amiket simán megoldott ugye a playback, uh-huh, meg a HD. És nem nagyon értem ezt a dolgot, minden esetre elfér. Már játszanak akkor a színpadokon, hogy elférjen, csak nem tudom. Én azt mondom, hogy nem éreztem annyira a létjogosultságát. Tehát kb. Kettő dalban éreztem azt, hogy na, hallom, hogy miért van egy új tag az elektronikára, a maradék 9 az meg olyan, hogy bármelyik előző lemezen lehetett volna. Zenei szempontból tegyük hozzá, és azt is, hogy Kristen Dawson még mindig egy zseni. Ezt már harmadszor mondod el, kibeszélve. Jó, hát bocsánat, de... Semmi gond, hát hogyha így van, akkor így van, akkor nyomatékosítjuk. Hát figyelj, amikor sokkal kevesebb a szóló, mint az előző lemezen, ennye-bejnye. De ez már korszellem, úgyhogy ezt nem vedjük. Sokkal kevesebb a dallamgitár, mint az előző lemezeken, ennye-bejnye. Viszont amikor elindul, akkor az nagyon elindul. Az tehát olyan az szólókat tud levágni, hogy a kurva életbe. És ezt most, mint büszke gitártulajdonos, a hajamat magam mellé teszem. Tehát még mindig itt tart a pali. Így van. A Prendergasthoz még visszatérve még egy-két gondolat, ugye a meghallgatása szerintem úgy zajlott, hogy
oké, okay, jól énekelsz fő vagy véve, de tudok ám billentyűzni, senki nem kérdezte. Tehát szerintem így zajlott az ő meghallgatása, a másik, mert akkor tényleg, ahogy a Depi csinálta, amikor a szóda beszállt, ott ugye azért markánsan más lett. Ja. Mert korábban nekik is annyi volt, hogy a... Ez volt nekik korábban, ez önmagában nem igényelt volna külön billentőt. Igen. De hogyha már beszállt, ott hagyta a nyomát a zenén. Például egy Jön a reggelen, hú, de jó az a zongorás téma. Akármelyiken, de vízválasztó lemezen benne van a keze, hallod? Itt meg ugyanúgy nem hallod. Tehát ami itt eddig volt, azt megoldhatták tényleg HD-kon is. Igen. Nyilván nem lehetett igen. Azonnal, mert így is nagyon sokan a Cameron sírják vissza, nyilván nem akarták még radikalizálni a hangzásukat, tehát hogyha terveznek ennek a plusz külön dedikált billentyűsnek nagyobb szerepet adni, akkor azt én a következő lemezre vizionálom. Mert most azért szerintem még nem akarták így tűzokádó sárkánnyal változtatni a kemény magtábor jó részét. Emészgessék meg szépen a Cameron távozását, addig a Prendergasttel el vannak, aztán lehet, hogy a következő lemezen az lesz majd a poplemez. Hát, tudod, az egy rész miatt nem gondolom, hogy bármikor is markánsabban változna a Böri, az pedig az, hogy a Danny az igazi frontember és az arc a zenekarban, és ő csak hörögni tud. Pont. Ott vége van. Tehát mindenképp ki kell szolgálni ezt, hogy ő hörög. Figyelj, hogyha Síkos Olivier megtanult énekelni, akkor Téli Bátes Dánielnek is sikerülhet. Mi ez a Béc? Téli Denevéres Dánielnek is sikerülhet. Nagyon jó. De tudom, hogy a Bét az nem ugyanúgy Bét, bocsánat. A másik meg egyébként a Tomnak a meghallgatása, tehát ők a Kristen Dawsonnal nagyon régi haverok. Ezt hozzá kell tenni. És a Kristen Dawson, a Kristen Dawsonnak. Vagy nem, az Kristen Stewart. De van Kristen Dawson is. Ez a Kristen Dawson. De nem, van valami hasonló szín. Nem tudom. Nem tudom, mire gondolok. Minden faszom megzavar, megzavar az, hogy valakinek férfi létére női neve van. Igen. Magyarországon miért nem hívnak egy férfit se Gyöngyinek, bazd meg? Amerikában még Kelly folyamat ki van adva izének. Nem tudom, de azért a játszint egy érdekes név. Igen. Na, visszatérve, tehát, hogy ők a Dawson régi haverok, és nagyon régóta írnak együtt zenét, és amikor ugye megüresedett a pozíció, akkor így volt egy-két meghallgatás, hogy akkor mi lenne, ha lenne, meg aztán azt hiszem összeraktak egy-két dalkezdeményt is, elküldték a Danielnek, és akkor mondták, hogy oké, ez működik, ez jó lehet. És akkor így került be egyébként a zenekarba. És volt még egy, amit akartam mondani, de nem fog eszembe jutni, meg már amúgy is kurva hosszúak vagyunk, úgyhogy... Nem baj. Nálam egyébként a Wrath az a lemeznek a csúcspontja. Hát mondjuk az se lep meg, tehát ilyen poppankos refrént metalcore lemezen nem nagyon hallok. Nem mindig. Igen. Meg hát ugye 5 percében még rengeteg minden más is van nyilván, de ezt majd fedezzétek. És tőle. Ott legalább értem az elektronikát, tehát ott legalább... Bár mondjuk az elektronika bevitele az, hogy mindenhova hegedűt rakunk, az már egy kicsit kezd unalmassá válni, meg imminenszé, de ettől függetlenül ott még értettem, hogy miért van. Rugaszkodjunk el a sablonoktól, bátran. Ja, tehát hogy a... Annyi mindenféle hangot ki lehet hozni abból a szarból. Ha hegedűt akarunk, akkor vegyünk egy hegedást. Van annyi kütyüje, mint a Jordan Fishnek a BMTH-ba, akkor tessék annyi hangot kihozni belőle. Ja. Meg ugye a Daniel még azt is nyilatkozta, most kicsit így beleástam magam egyébként, hogy mindenképpen tovább akartak menni, tehát meg se fordult a fejükbe, hogy a Cameron után földbe állnak. Mindenképpen ezen a néven akartak tovább menni, és hogy természetes úton jött belőlük mindaz a változás, ami hallható ezen a lemezen. Úgyhogy, hogy merre változnak még, az majd a jövő kérdése. Egyelőre azért túl sok változás nem történt.
Azért néztem is, hogy milyen változásról beszéltál. Igen. Azt a keveset, mint természetesen jött, nem mondod. Ja. Hát az meg mi 3 éves, 2020-as elkennéből. 20-as, igen. 20-as. Hát azért mondom, 3 év alatt bárki változik ennyit zeneileg. Igen. Emiatt nem kell magyarázkodni. Magyarázkodjatok akkor, hogyha majd a 2013-as után Suicide Silence-nél lehet az, hogy 2016-os, majd akkor magyarázkodjatok. Meg ha jön egy Amo. BMTH. Amo. Amo, ja. Na jó van, gyerekek, ennyik voltunk a Buried Tomorrow-ról. Bármi eszetekbe jut, vagy szeretnétek megosztani, azt osszátok meg velünk, aztán legközelebb megjövünk. Legközelebb jövünk, igen. Írjál, iratkozzál, és temessé hónap helyett mondjál már valami mást. Nem tudok. Jó. De én elfogadom azt is. Temessé hónap. Ciao. Ciao, ciao.